Köszöntöm Önöket! Kővályi Robert vagyok, Lean tanácsadó, a Kaizen Blog A Lean Akadémia ma a Shopform Management fontosságáról beszélek Önöknek. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az anyag teljes megértéséhez célszerű megnézni, illetve felfrissíteni a Lean Akadémia több régebbi előadását, például a probléma megoldó módszerekről, a vizuális irányításról és az anyag és információ áramlásról szólókat. Ezen módszereket, eszközöket megemlítem ugyanaz előadás során, de mivel önök már hallottak róluk, nem részletezem a használatokat. A shopfloor Management, illetve a fenti címmel kapcsolatban az első, ami eszembe jut, hogy a kérdés esetleg önök más formában tennék fel. Például akár így. A kérdés teljesen jogos, a válaszokkal sem maradok adósuk, de először egy ennél is alapvetőbb kérdéssel kell foglalkoznunk. A shopfloor angol szó, de átócsarnokot termelő üzemet jelent. A soflor szótak helyén ma már bármi helyettesíthető, ahol munkavégzés történik, ahol szolgáltató és ügyfél, vezető és munkatárs találkozhat, iroda, kórház, rendőrintézet, iskola vagy államigazgatás. A management a klasszikus értelmezésen túl a mi esetünkben csapatmunkát, kommunikációs lehetőséget, problématudatosságunk növelését és problémamegoldásunk gyorsítását jelenti. Most, hogy tisztában vagyunk a fogalommal, érdemes elmerülni kicsit a részletekben is megnézni, mi is a shop floor management. Ha még nem rendelkezünk megfelelő minőségi folyamat dokumentációval, akkor első lépésként fel kell térképeznünk folyamatainkat úgy, ahogy azt a lead alapelve is tartalmazzák. Az ügyfél és az ügyfélérték azonosításától az értékteremtő folyamat egyes lépésein át a folyamat sikerességét és hatékonyságát mérő célokig. Termelésben ehhez értékárom térképet, szolgáltató környezetben az úgynevezett úszoda modellt lehet alkalmazni. Az egyes célok meghatározásához a SMART modellt javaslom. Ennek használatával olyan célok születnek, amelyek elérhetőek, de egyben kihívást, motivációt jelentenek a munkatársak számára. Következő lépésünk legyen minden esetben adatok gyűjtése a már meghatározott célok, mérőszámok alapján. Adatokat azért gyűjtünk, hogy kezdjünk is azokkal valamit, így először mindig azzal tisztázza tisztázva, mi is a cél magával az adatgyűjtéssel. Ki hogyan, mikor végzi, illetve ki hogyan, mikor dolgozza fel az eredményeket. Ez egy sajnálatos módon elhanyagolt része a folyamatfejlesztésnek. Sokszor az idő látszólagos rövidsége miatt a gyors siker érdekében megelégszünk kevés adattal, feltételezésekkel, amelyek alapján aztán hibás, vagy csak rövid távon sikeres döntéseket hozunk. Megfelelő mennyiségű adatbirtokában már vizsgáltok az esetleges trendek és észlehetők az eltérések. Megfelelő mennyiség alatt minden esetben egy jellemző időszakra vonatkozó adatot értek. Ha például valaki a havi pénzügyi zárások folyamatát szeretné fejleszteni, akkor annak megismeréséhez legalább 3-4 hónap adataira van szükség. Ennyi idő alatt sokkal valószínűbb, hogy megismerjük a folyamatot magát, megértjük a körülményeket, a folyamatokkal kapcsolatban kerülő emberek véleményét, problémáit, és helyesen értelmezzük a begyűjtött adatokat. Ha rendelkezünk megfelelő célokkal, és ha alkalmazzuk a vizuális irányítás módszerét, az megkönnyíti az eltérések felismerését. Módszerek alatt egyaránt értek egyszerű szinkódolást, felfestést, de akár számítógéppel támogatott adatgyűjtést is, előre programozott kiértékelésekkel, képernyőjelzett eredményekkel. A lényeg minden esetben az, hogy az eltérés minél egyszerűbben és gyorsabban észlelhető és elemezhető legyen. Ha a begyűjtött adatok alapján eltérést észleltünk, akkor boldogok lehetünk, mert rendelkezünk egy problémával. Ezt mindenképpen lehetőségnek, ne feladatnak fogjuk fel. Az egyes problémák esetében nagyon fontos, hogy egyszerűen és egyértelműen le tudjuk írni magát a problémát. Egy jó meghatározott probléma már megoldás fele. A minket körülvevő világ bonyolultsága miatt az egyes folyamatok és problémák elhatárolása is nagyon fontos feladat. Ügyelnünk kell arra, hogy a vizsgált folyamat ne legyen túl bonyolult, és problémáink szám ne le legyen túl sok, mert akkor könnyen elveszíthetjük lelkesedésünket, motivációnkat. Következő lépésként elemeznünk kell problémáinkat, hogy pontosan tudjuk, mik az azokat kiváltó okok. Erre a lény számtalan kiváló módszert ad, az egyszerűbb miért kérdéstől a bonyolultabb statisztikai módszertanokig. Ha már tudjuk, mi egy problémán valódi oka, akkor jöhet a megoldás. Ez sokszor két lépésben történik. Először egy gyors megoldástal kezdünk, ez tulajdonképpen a vállalati szlengben tűzoldásnak nevezett tevékenység. Később azonban végleges megoldást kell hoznunk, ami azt eredményezi, hogy az adott hiba a többet nem fordul elő. Aggódni semmiképpen sem kell, hogy így munkanélkül maradunk, mert problémából mindig lesz elég. Fontos, hogy megoldásaink később is elérhetők legyenek mert csak így leszünk tanuló szervezet. Ezért érdemes a problémát minden körülményével és a megoldása együtt az érintettek számára könnyen elérhetően dokumentálni és archiválni. Software Management esetében a GEMBA és a pdc -a lesznek számunkra fontos szakkifejezések. Előbb egy japán szó a munkavégzés helyszínét jelenti, utóbbi pedig a Plan Do Check ex szavakból álló betűszóként a probléma megoldás egyik módszere, amit Deming ciklusként is ismerhetnek. A Software Management csak minden érintett aktív jellétével működik hatékonyan és fenntarthatóan. Mindenki alatt egyaránt értem a vezetőket és a munkatársakat. Ezért a rendszeres bejárások és az akár napi vagy műszak szintű személyes találkozások fontos elemei egy fenntartható és fejlődő rendszernek. A vezető által elvégzett bejárás nem egy ellenőrző vagy egy megmondókörút és nem is gyárlátogatás. A sofló találkozó pedig nem beszámoltatás. Bejárással például kiválóan megismerhetők egy vagy több probléma körülményei, feltűnhetnek az eltérések, az zavarok, de akár még a jó megoldás is eszünkbe juthat. Ahogy már említettem, a folyamat bizonyos lépésénél nagyon hasznos, ha struktúrát, a későbbi megoldás segítő dokumentációt készítünk. Ez kiváló eszköz az úgynevezett A3 módszertan. Ez magában foglalja a kiinduló állapot leírását, a probléma konkrét megfogalmazását, a probléma elemzését, a kívánt célállapot meghatározását az odavezető út egyes állomásainak leírásával, célok, határidők és felelősök meghatározásával. Az A3 a PDC a tevékenységek dokumentálásához kiváló és egyszerű segédeszköz. Amint látják, a Shopfloor Management lépései és eszközei egyszerűek, és általában mindenki számára ismertek, illetve könnyen megtanulhatóak. Annak, hogy ennek ellenére mégsem használják a világon mindenfelé, egyszerű oka van. Ezen lean sikere is, a többihez hasonlóan, a vállalati kultúrától függ. Ha végtekintünk az eddig bemutatott folyamaton, nyilvánvaló, hogy a Shopfloor Management ezer szállal kapcsolódik az adott szervezet vállalati kultúrájához. Amilyen ez a vállalati kultúra, olyan lesz a Shopfloor Management, illetve a Shopfloor Management eredményei alakíthatják, befolyásolhatják és akár alapjaiban megváltoztathatják a vállalati kultúra egyes elemeit. Három dolgot szeretnék mindenképp kiemelni egy vállalat kultúrájából, mint a shop managementre közvetlenül ható elemet. Az őszinteség, ahhoz kell, hogy elmondjuk mindazt, ami sikerült, de azt is, ami nem. Ez kell ahhoz is, hogy utána járjunk, mi miért sikerült, illetve mi miért nem. Az együttműködés a közös válti célok érdekében a folyamat szemlélet alapja. Ennek hiányában legfeljebb az egyes stímek lesznek jobbak ideig, óráig, de nem sok lehetőségünk nyílik az ellátási lánc egyre nagyobb részeinek optimalizálásához. A nyitottság a számára alapvető: megkérdőjelezni a régit, keresni, megérteni és elfogadni az újat, a mást. Az őszinteség segítségével eljuthatunk napjaink egyik slágeréhez, a transzparenciához. Ha őszintén megmutatjuk, hogyan működünk, mik a valós eredményeink, akkor tevékenységünk átláthatóvá, megismerhetővé, megérthetővé, ezen keresztül pedig fejleszthetővé válik. Ha jól tudunk együttműködni, és őszintén tudunk beszélni eredményeinkről, akkor jó esőünk van a sikeres csapatmunkára, ami elengedhetetlen a problémamegoldáshoz, a folyamatosan fejlődő vállalathoz. Nyitottságunk és együttműködési készségünk hozzásegít minket ahhoz, hogy házon belül és azon kívül megoldásokat keresünk a milyenhez hasonló problémákra, majd azokat a saját helyzetünkös szabva felhasználni problémáink megoldása érdekében. Az előzőekben bemutatott néhány példa a software management számtalan lépésében fejti ki hatását. Ha elhatároztuk és elfogadtuk az átláthatóságot, akkor sokkal nagyobb az esélyünk a megfelelő adatgyűjtésre és elemzésre. Ha a csapatmunka fontos számunkra, azzal hatékonyabb lesz a probléma és a probléma megoldás. Amiben nagyon sokat segíthet, ha elefántcsontoltunkból kitekintve, az elhagyva keresünk megoldásokat, ötleteket. Az is nyilvánvaló, hogyha a vállalati kultúránk, stratégiánk alapvetően ügyfél és folyamatorientált, akkor nem ütközik a kadályokban megfelelő célok, célrendszerek kialakítása és üzemeltetése. Ez a gondolkodásmód megkönnyíti folyamataink feltérképezését és folyamatos fejlesztését, külső és belső ügyfelénk igényei, illetve a tulajdonos által biztosított keretek figyelembevételével. Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a jó és sikeres shop a munkatársaknak és a vezetőknek is fejlődniük, változniuk kell vezetőknek a hagyományos menedzser szerep mellé fel kell venniük a coach a mentor szerepét, a munkatársak számára pedig el kell fogadni a vezető átalakulását, annak minden nehézségével együtt. Minden érintetnek szüksége van kitartásra. Akkor is el kell végeznünk a meghatározott tevékenységeket, ha már elértünk bizonyos eredményeket, ha már leszettük az úgynevezett alacsonyan lógó gyümölcsöket. Sajnos jellemző, hogy a kezdeti sikerek után elfogy a lendület és az érdeklődés, a kirakott táblákon előbb csak egy-két nappal később jönnek meg az adatok eredmények, hogy aztán végképp eltűnjenek a többi már elfelejtett folyamat optimalizási módszer a képzetbeli céges padláson. Remélem, hogy előadásom segítségével sikerült rávágítanom arra, hogy bár a Shopfloor Management ezen fóliákon pirossal jelzett lépései tűnnek fontosnak, ezen kétségkívül látványos változási jelző tevékenységek mögött rejtőző gondolkodásbeli kulturális változások lesznek azok, amelyek az önök váltán hosszú távon segíteni tudnak. Ezt egy egyszerű példával is be tudom mutatni. A folyamatok helyszín megjelenő színes mérőszámok, eredmények, táblák mindenki számára vizuálisan érzékelhető változást jelentenek egy vált életében. Mégis a háttérben lezajló tulajdonképpen láthatlan, a sikert és a kudarcot egyaránt bemutatni és feldolgozni képes gondolkodásmód lesz az önök sikerének valódi kulcsa. További információkért javaslom a Lean Akadémia előadásának türelmes és kitartó, akár többszörű véghallgatását, a Kajzen által megjelentetett magyar nyelvű Lean szakkönyveket, és természetesen a Kajzenblog Linnel, környezetvédelemmel, termeléssel, szolgáltásokkal és egészségügyel foglalkozó bejegyzéseit, amelyekhez természetesen várom hozzászólásaikat. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!